beszédben az evangéliumról. András Csaba rendtársam kapcsolódik be megint. És ez most egy jó alkalom lesz arra is, hogy néhány nap múlva már itt velünk torontói híveknek tartja a lelki gyakorlatot. Elmúlt héten már Hamiltonban volt, pár hét alatt egész Kanadát végig pasztorálja, itt így Isten hozott nálunk. Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, nagyon köszönöm a meghívást, és hogy változatosság kedvéért a szomszédos szobából jelentkezhetek be. Ezekben a hetekben úgy berobban az evangéliumba Jézusnak a tanítása, a gyógyítása. Márk evangéliumnak a legelejéről olvasom most így folyamatosan. Az első tanítványok ott vannak mellette, és tulajdonképpen a különböző reakciókat néztük, ahogy erre az egészen különleges gyógyító, tanító hatalomra az emberek ráhangolódnak, elfogadják, vagy elutasítják. Az elmúlt vasárnap arról szólt, hogy a gonosz ember, a gonosz lélek, ahogy bennünk van, az el tudja utasítani. Na, ez a történet megy tovább, gyógyítások folytatódnak, valami érdekességgel azonban ki fognak egészülni. Márk első fejezetének a végét olvassuk, a 29-től a 39. verséig. Kérlek, hogy olvasd nekünk ezt. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus oda ment hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda. Hajnalban Jézus nagyon korán kelt, kiment a házból, elment egy elhagyott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki, téged keres mindenki. De ő azt felelte, menjünk el máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen ezért jöttem. És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban, Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. Ezek az evangélium igéi. Téged Áldunk biztos. neked, Krisztus. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy sok most felolvasott tapasztalatot, hogy nagyon könnyen tudunk kapcsolódni. Péter anyósának a lázához tavaly én voltam, tavaly az elmúlt héten én voltam lázas, ezen a héten te voltál lázas, mindenkit körülöttünk így beteg, ezt tudjuk, hogy mit jelent. Tudjuk a másik oldalt is, ezt a fajta hatalmas sürgés, pörgést, ahogy viszik oda a betegeket Jézushoz, az, hogy nincs ideje megállni, néha ezzel mi is ma találkozunk. Ezt a részt azt gondolom, hogy úgy nagyon el tudjuk képzelni. Azt hiszem, el tudjuk képzelni jól ezt a kisvárosi tömeget ottan Péterék háza előtt, hogyha igazán nézünk így bármilyen kis filmet, harmadik világban egy szegényebb településre oda megy valaki híres ember, vagy egy gyógyító orvos, akkor mindenki próbál oda menni és meggyógyulni. Ez ismerős. Talán különleges az, hogy most egy olyan beteget gyógyít először Jézus, Péter anyósát, aki nagyon kevesek között van, akiket így névről tudunk, hogy akihez személyesen kapcsolódott Jézus. Nagy valószínűséggel
sokszor száll meg ott Jézus Péteréknél, személyes kapcsolat lehetett így hozzá. Zárójelbe, hogy azt is jól látni akkor, hogy már anyósa volt szegény Péternek, akkor a felesége is volt, gondolom. Tehát valószínűleg, hogy a többi tanítvány között is lehetett olyanok, akik családosak voltak. És hogy innentől hívja meg Jézus, ne gondoljuk azt, hogy most akkor ők egy ilyen teljesen szabad állapotú emberek voltak. Tehát ott van ebben az ismert közegben, otthonosan mozog benne Jézus, a Kafarnaum így a számára is kiválasztott egyik kedvenc városát, ameddig nem tapasztalja meg, hogy azért a sok csoda ellenére mégis a nehezen hisznek benne. És azt gondolom, hogy a szenvedés és a sok embernek a szenvedése is megint úgy ismerős így nekünk. De mégis egy picit itt álljunk meg ennél a szenvedésnek a valóságánál. Mit kéne ezzel csináljunk? Főképpen talán el lehet mondani, hogy a vasárnapi evangéliumot kiegészítő ószövetségi olvasmányunk Jobbnak a 7. fejezetéből, és így a szenvedésről szól természetesen. Mit kéne csinálnunk akkor a bennünk és körülöttünk levő betegség, szenvedés valóságával? Igen, hát azt gondolom Jobb könyve amiatt is nagyon sokat tud segíteni, mert hogy a szenvedéssel kapcsolatban nem egy választ ad meg, amit igazából Jobbnak a barátai megkísérelnek, Jobbnak a három barátja megkísérel, és mindig buta választ adnak, mert hogy a szenvedéssel nincsenek ilyen nagyon egyértelmű, konkrét válaszok, hanem sokkal inkább abban segít Jobbnak a könyve, hogy hogyan tudjuk a szenvedést olyan módon megélni, hogy ezt így tudjuk kifejezni az Isten felé, és tudjon egy élő kommunikációvá válni. És ebben az olvasmányban, amit vasárnap fogunk hallani, Jobb hát elég súlyos szavakat mond, és így hát nagyon mélyen kifejezi az ő bánatát, hogy mennyire nehéz neki az az állapot, amiben ő van. Hát azt is látjuk, hogy azt kérdi este, hogy mikor virrad, meg hát ugye mindegyik beteg tudja azt, hogy kórházban is az a legrosszabb, amikor az éjszakát át kell vészelni, és ott van a bizonytalansága, hogy akkor így egyáltalán ébren lesz-e, vagy mennyit fog szenvedni, átaludsz-e az éjszakát, vagy amikor nappal van, akkor egy másféle nehézséggel fog küzdködni, amikor ott van az éber szenvedésnek a nehézsége, és hát, hogy mit kezdjünk ebben a helyzetben, és hát így nagyon nehéz válaszokat adni, azt gondolom, de hogy amit így látunk Jobbnál, az az, hogy mindezt nem nyomja el, nem tartja magában, hanem így mintegy így az Istenhez pohászkodik, és az Istenhez fordul. És hogy nagyon súlyos dolgokat mond el, de hogy azt gondolom, hogy ez amiatt is szép, mert hogy talán a legbizalmasabb kapcsolatainkban tudjuk elmondani azt, ami a leginkább fáj, ami a leginkább érint, és igazából ott van ennek a nagy reménye, hogy hát azért, hát hogyha elmondom, akkor mégis meg fog segíteni engem az Isten, vagy hogy nem engedi azt, hogy ebben így olyan sokáig így benne maradjak, és jobban is így valamelyest így ott van az a remény, hogy hát mégis egy jó Isten van, vagy az együtt, hogy most ez a szenvedés az ő életében létezik, és élő valóság, de ő mégis szeretne bízni abban az Istenben is, akit ő másképpen is megismert, és akitől az áldás származik, és hogy szerintem ebben tud valamennyire segíteni, hogy hát ezt így valahogy kimondani, vagy engedni, hogy ugye a bennünk levő érzéseket tudjuk így az Istenhez vinni, vagy tudjuk ezt így egyszerűen kimondani neki, bár
Mások azt is mondják, hogy talán a betegség idején a legnehezebb imádkozni. Nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztaltad meg, de én is ugye azt érzékeltem így elmúlt 2 napban, hogy hú, hát amikor így nagyon így magam alatt vagyok, akkor nehéz így Istenhez is fordulni, vagy így akkor azt érzem, hogy hát így most így magamra maradtam, vagy így szeretném, hogyha most így valahogy így mindent így félre tudnék tenni, vagy így picit így véget érni ez az egész, és akkor így nem akarom, hogy ez így most így sokáig folytatódjon, vagy elegem vagy így mindenből, és hogy akkor így nehéz így tényleg így Istennel kapcsolatba kerülni, és de hogy tényleg így ilyenkor így nagy áldás tud lenni, hogy jó, hát akkor hát ezt is hogyan tudom így oda tenni az Istennek, hogy hát most így vagyok ebben az állapotban, és így valahogy így mégsem szeretnék ebben az állapotomban, betegségemben sem Istentől független lenni, vagy szeretnék rátalálni a vele való kapcsolatra. Nem tudom, te ezt így hogyan látod, érzékeled, akár így a betegekkel is kapcsolatban, vagy te tegnap is meglátogattál pár beteget, vagy akár így a saját magad betegsége, mi az, ami segít jobb kapcsán neked? De nagyon közel áll, amit mondasz, ha itt ebben a történetben is, meg a múlt vasárnapi történetben is ott van a gonosz lélek, aki ezt a belső, akár fizikai, mentális betegséget is jelzi itten a Jézus korabeli emberben, akkor azt gondolom, hogy a gonosznak az egyik hatás az, hogy bezár ebbe a rosszba, elszigetel, és nem engedi, hogy a másiktól segítséget kérjek, vagy Istentől segítséget kérjek. Ugye a rossznak az a következménye az, hogy egyszer magam küszködök vele, és nem engedem ki magamból ezt, Isten felé se. Tehát én nagyon egyetértek azzal, hogy ha ki tudom mondani azt, ami terhel, amit fájdalmasnak, lenyomónak érzek az életemben, akár a szeretteim felé, akár pedig az imába Jézus felé, annak mindig van egy fölszabadító hatása. Akkor már nem vagyok benne egyedül, akkor abban már mindig valahogy egy bizalom is megjelenik. Főképp az Isten kapcsolatomban, ahol egy ráhagyatkozást is jelent az, hogyha ha jól tudok panaszkodni, most jó értelemben. És az biztos, hogy itt ezek az emberek ebben a történetben oda mennek Jézussal, keresik őt, segítséget kérnek tőle, mindenki őt keresi, ezzel megy hozzá Péter. Valószínűleg pont azért, mert már megtapasztalták a saját korlátukat, és megtapasztalták azt, hogy Jézusban akkor ottan erő árad. És ugye ez ugyanaz a keresés igét használja itt a Szentírás, mint amit 2 vasárnappal ezelőtt, amikor Jézus megkérdezi az első őt követő jánosi tanítványt, hogy mit kerestek, mit szeretnétek, mire vágytok. Hát itt egészen világos, hogy egy emberi gyógyulásra várnak az emberek. Kicsikét akár önzéssel is. De oda mennek, mert tudják, hogy itt megkapják. És az világos itt, hogy egy Isten válasz az, hogy gyógyít. Nem tudom, hogy hogyan vagy ezzel, olyan csodálatos ez az egyszerű kép, ahogy oda megy lázasan fekvő anyoshoz, kézen fogva föl segítette, megérintette, föl emelte. Hogy ezt ki szokták így emelni, hogy ez a görög szó, ami itt szerepel, ez a föl emel, ez ugyanaz, mint a föltámaszt, ugyanezt az igét használja majd a Szentírás Jézusnak a föltámasztásánál, hogy az Atya föl emeli őt. Van ebben valami egészen szép, egyszerű erő, nem? Igen, hát így ezzel kapcsolatban eszembe jut a Semmelweis Ignác életéről készült kép, amit novemberben adtak elő, és
Én 2 héttel ezelőtt láttam Budapesten, amikor átutazóban voltam, és annyira megérintett engem az, ahogyan ez a 19. század közepén élő szülész, nőgyógyász professzor, hogy mennyire elkötelezett volt így annak érdekében, hogy így a szülő nőket segítse, vagy hogy új életeket tudjon a világra segíteni, és hogy ahogyan akár így a gyermek ágy, vagy nem tudom milyen betegség volt, hogy akkor így a boncteremből felhoztak valamilyen baktériumot, ami több anyának a halálát okozta, és akkor így tényleg így éveken keresztül azon volt, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy az elhalálozási számot csökkentse, és hogy minél több anyát meg tudjon menteni, és így annyira jó ilyen beteljesült, elkötelezett, odaadott életeket látni, és valahogy az Új Jézust is ezt látom, az Úr Jézusban is ezt látom, de amiről akár Szent Pál is beszél, hogy mindenkinek mindene lettem. És hogy ezt így gyakran szoktuk így említeni, vagy idézni, hogy mit is jelent mindenkinek mindene lenni, hogy és nagyon szép egyébként Szent Pálnál az is, ahogy még hozzátesz, hogy a gyöngék között gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. És hogy ez a fajta nagyon közelség, meg nagyon így egyéválás, az embereknek az ismerete, az akkorszaga, nyájszaga, ahogyan Ferenc pápa is szokott beszélni, hogy mindenkinek a szolgája lenne azért, hogy minél többet megnyerjen. És hogy ez annyira így jó, annyira megérint, annyira kívánom akár magunk lelkipásztorok számára is, hogy ilyen módon ott lenni az emberek között, ahogyan az Úr Jézus is ott volt, ahogyan az Úr Jézus is engedte, hogy megérintsék őket, ahogyan az Úr Jézus is nagyon emberűen ott volt az emberi szükségben, és hogyha belegondolunk, akkor nem, hogy az életének nagy része szerintem nem is a nagy tanításokról szólt. Persze, hogy az evangéliumok főleg így ezek hozzá, vagy ezeket a fejtik ki, de hogy így az életének a, vagy az működésének, a 3 évének a nagy része valószínűleg ezeknek a gyógyításoknak, a beszélgetéseknek, nagyon szerint figyelmes odafordulásoknak az emberi gesztusai tették ki. És hogy így, hogy engem az Úr Jézusban is nagyon megérint, és nagyon jó olyan emberi példaképeket látni, és mint például Semmelweis Ignácot, akik így valahogy így ezt tudják bennünk erősíteni, hogy hát igazából egy beteljesült élet, az valami olyasmi, ami tényleg így meg tud feledkezni magáról, és ami olyan dolgokra tudja szentelni az energiáját, ami valóban életmentő és életet tud adni. És hogy ez nem az a kiégettség, nem ez az, hogy és vagy ebben nincs belefásultság, hanem hanem az erőnek az olyan fajta odaadása, ami jótékony, és ami életet ad, és ami így valahogy Istentől megáldott. Hogy kapcsolok ehhez valamit, hogyha Jézus, ha Jézusnál ezt olyan szépen tapasztaljuk, amit leírtál, ez a belső indítatásból származó spontán szeretett szolgálatot, ha Jézusnak ez a válasza az embereknek a terhére, akkor milyen szép az, hogy amikor valaki meggyógyul, akkor tulajdonképpen ugyanebbe kap meghívást. Egészen konkrétan van egy egész érdekes rész itt ebben a történetben, amikor Péter anyósa meggyógyul, elmegy azon alá, fölállt és szolgált nekik. És hogy ez a szolgálat, ez megint a diakóniának az igéjéből származik, tehát a tanítványi szolgálat ugyanez. Tehát amit tulajdonképpen
ahogy leírtad, Jézusnál meglátjuk, akik nyitottak rá, ugyanebben lépnek be, átmegy. Itt most nem a bacik mennek át, hanem a jóságnak a tapasztalata megy át, és ők is csak ebbe tudnak bele lépni. Én ugornék egyet, mert tulajdonképpen ez a gyógyítása, bár mindig rengeteg része van, de ezt ismerjük. Viszont a történet második része valahogy itt új nekünk. Egy hosszú, egész éjszakán át tartó gyógyítási, tanítási folyamat után lehetünk, egy egész rövid pihenés után, még a sötétben Jézus kimegy imádkozni egy eldugott helyre, és itt találják meg aztán a lassan fölébredő tanítványok. Olyan érdekes ez, hogy hogyan tudjuk elképzelni azt, hogy Jézus imádkozik. Hogy miért van rá egyáltalán szüksége? Miért van az, hogy itt, mint jó pár olyan központi helyen, ahol vagy nagy csodák történnek, hogy Jézus esetében megörökíti a Szentírás, hogy elment csöndbe imádkozni. Hogyan látod ezt? Hát én igazából abban látom, hogy Jézusnak emberként is nagyon szüksége van arra, hogy valahol töltekezzen, hogy valahol megtapasztalja azt, hogy kapcsolatba kerül azzal az erővel, amit ő is az atyától kap ajándékba, és amit az atya kommunikál felé, és amit ő tovább tud adni. És hogyha ez az ő életében is hiányzott volna, akkor valószínűleg ő is így jóval fáradékonyabb lett volna, neki is sokkal nagyobb esélye lett volna a burnoutra, kiégésre, hogyha nem lett volna meg ez a fajta tartó pillér az életében, hogy a napjait imával kezdje, vagy hogy gyakran lehet olvasni arról is, hogy éjszaka is imádkozott, és valahogy így az volt szerintem neki így ennek a lelki feltöltődésnek, atyával való kapcsolattartásnak, meghitségnek a tere, ahol így tényleg így kapcsolatba tudott kerülni, így, hát így mindazzal így az erővel, csenddel, ami így aztán őt segítette a későbbiekben, hogy a másnap is ugyanolyan odaadással, erőbedobással, lelkesedéssel tudjon jelen lenni, működni, szolgálni, és hogy ez hát akár a mi életünkben is szerintem így nagyon, nagyon sokat tud jelenteni, segíteni. Nekem így nagyon megérintő az, amikor így van pár orvos ismerősöm, jó néhány orvos ismerősöm Marosvásárhelyen, és akkor mondják, hogy hát még mielőtt elmennének dolgozni, akkor így minden napra így megvan, hogy akkor van egy ilyen 10-15 perces reggeli csendesség, vagy ima, ahogy a nők is így elkezdik a napjukat, és hogy ha így kezdik el a napjukat, és akkor teljesen másképpen tudnak jelen lenni a betegek mellett, mint ha hiányozna az a negyed óra ima. És hogy szerintem ez így az Úr Jézus életében is valahogy így lehetett, hogy egy másféle jelenlétet tudott így adni. Meg aztán így van egy másik része is, ami akár így megjelenik az evangéliumban is, hogy amikor jönne a sürgés vagy sürgetés, így a tanítványok részéről, hogy mindenki téged keres, akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem, mert máshol is hirdetnem kell az evangéliumot, más városokban is, és hogy álljunk meg előtte meg egy pillanatra. Tehát, akkor itt térjünk is vissza ide, de, hogy ez még ne a következő. szaladjunk annyira előre. Tehát én nagyon-nagyon aláhúznám azt itt a hallgatóknak is, hogy figyeljünk arra, hogy itt a teljesen ember Jézus van előttünk.
olyan sokszor összekavarodik bennünk az, hogy most mit csináljunk így az ember Jézussal, az Isten Jézussal. Tehát azt hiszem, hogy ez egy csodálatos példa arra, hogy a teljesen olyan ember, mint Jézus, ugyanúgy egyszerűen arra a teljes végső forrásra, egységre szorul rá a mennyei atyával, mint ahogy mi is. És hogy innentől kapja a gyógyító erőt, ezt az autoritást, amit észrevesznek a tanításában az emberek, ez az erő, ami képes egy érintésre gyógyítani, ez ami erő, ami őt tovább viszi az útján, ez az erő, ami valóban akkor az ő küldetését is aztán meghatározza. És ahogy mondtad, megint csak aláhúzni, hogy ha neki erre szüksége volt, akkor nekünk mennyivel inkább, hogy mennyire nem szabad ezt meg spórolnunk, illetve hogy mennyire egy beképzelt gőg, ha azt hiszük, hogy akár saját erőből tudjuk tenni. Na, és akkor lépnék, ahol megáltottalak, hogy ott van ez az érdekes párbeszéd Péterrel. Ott van ez a sürgetés, hát gyere, gyere, ott vannak a betegek, várnak már 200 méter sorra, mert állnak ott a rendelőd előtt, gyere akkor. Ott van ennek a sürgetése, hogy most akkor megoldjuk a világnak a dolgait. És hogy benne van egy másik fajta sürgetés. Tehát, hogy ez most nem, neki nem mentőautóként kell szirénázni és kapkodni ide-oda, nem az, hogy még akkor mostan hány beteget kell itt akkor a paciens listán neki kezelnie, hanem van egy sokkal mélyebb belső sürgetés az, hogy eljusson ebben a pár éves időben, ami rendelkezésre áll, minél több helyre, hogy mindenki hallhasson így a mennyei atya irgalmáról és szeretetéről. Menjünk máshova. Szóval máshova, vagy az van bennem, hogy milyen jó lenne itt így megállni itt, na végre itt akkor most akkor elfogadják Jézust, ott nyit akkor egy szép családi orvosi rendelőt, és akkor szépen megáll, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. És hogy más a Jézusi út. Neki tovább kell menni. Ő nem tud megülni ebbe a fajta dicsőségben, nem ez az ő küldetése, hanem elvigye ezt a tanúságtételt az atyáról mindenkihez. És akit szakasztottam beléd a szót, szeretnél ehhez valamit mondani, ez a belső küldetéshez? Na hát igazából csak így annyit szeretnék így ehhez így hozzátenni, így mert így valahogy így annak a fontossága, hogy hát, hogy mit jelent így a sürgetésekre válaszolni így folyamatosan, és hogy így, hát hogyha belegondolunk az életünkbe, akkor így, hát így csomó minden követelmény, elvárás van, akár hogyha a családosoknak az életét nézem, hát akkor ott is reggeltől estig igazából be van osztva, nem? Hogy akkor milyen konkrét feladatoknak kell eleget tenni, vagy akár így másoknak az életében is, vagy nyugdíjasoknak az életében is unokákra vigyázni, stb. Stb. De hogy így valahogy így hol van meg így az életünkben az a tér, vagy az az idő, amikor mi is egy picit hátra tudunk lépni, és akkor így tudjuk így nagyobb perspektívában, vagy tágabb kontextusban nézni az életünkben, hogy akkor mire is hív az Isten, vagy így mi az, amire igazán vágyunk, vagy valóban csupán ezekre kell odafigyelnünk, aminek megint így lehet létjogosultsága, főleg, hogyha kisgyerekeink vannak, és hogyha ott vannak a mindennapi feladatunk, vagy van még valami más, vagy valami több, amire így szeretne hívni az Isten. Na, igazából ugye ez jutott be, és akkor ezzel kapcsolatban így azért csomó minden így előtérbe kerül. Ezt így menedzser képzéseken is szokták mondani, a mai világ is így nagyon mondja, hogy így, hát így mennyire ki tud égetni azt, hogyha folyamatosan így
csak úgy arra válaszolok, hogy akkor milyen elvárások vannak velem szemben, és csak ezeknek akarok eleget tenni. És ugye, hogyha reaktívá válok, vagy hogyha azt nézem, hogy hú, hát akkor na ezt is, meg azt is gyorsan ki kell tömni, vannak ezek a sürgős és nagyon fontos feladatok, és akkor így folyamatosan tüzet akarok oltani, és főleg, hogyha plébánosoknak az életét nézem, akkor így nagyon nehéz lehet, így főleg Magyarországon, amikor valakinek van nem tudom hány faluja, hogy hogyan tud hátralépni, és hogyan tudja megtalálni annak az idejét, amikor így nem csak így a sürgéssel, sürgetéssel együtt tud haladni, de akár a mi életünkben is, és hogy mikor van az, amikor tényleg így azt tudom mondani, hogy jó, hát akkor mégis így ez az irány, vagy ezért vagyok itt, vagy ezért sürgök, forgok, vagy kapcsolatban tudok kerülni azzal a belső küldetés tudattal, amiről te is beszéltél. Akkor ez már át is visz minket azért a mindig szokásos záró kérdésbe, hogy hát természetesen ez nem csak Jézusról szól a történet, hanem hogy nekünk is ad akkor lehetőséget, hogy alkalmazzuk magunkra. Mi az, amit én tehetek? Jól értem-e, hogy a legelső és mindannyiunkra vonatkozó feladat, hogy a csendet, hogy megállást teremtsek magamnak, elvonulva napi, heti, havi, éves ritmusban, amikor egyszerűen ellene mondok ennek a folyamatos elvárásoknak és megoldandó feladatoknak, hogy mit kéne most csinálni, hanem egyszerűen megadom annak a luxusát magamnak, hogy csendbe legyek, hogy töltődjek, Isten jelenlétébe tudjak töltődni. Az év elején, ahogy most még vagyunk, talán jó akkor először ezt nézni, hogy hol van erre külön-külön mindannyiunknak időnk, helyünk, terünk, ahol ezt a csendet, ezt a föltöltődő imádságos csendet meg tudom teremteni. Mit lehet még csinálni? Hát igen, meg ezt a csendet nagyon kreatívan is azt gondolom, így meg tudjuk élni. Lehet, hogy a reggeli sürgés forgásban kevés időnk van, de hát lehet, hogy sok időt kell utazással eltöltenünk, nem? És hát, hogyha belegondolunk, akkor akár ott van a napi útcsavaló, vagy vannak így különféle alkalmazások, amik tényleg így ezt tudják segíteni, hogy hogyan tudunk így imádságosan megállni, a Jóistenre figyelni, vele együtt kezdeni a napunkat, és hogy hogyan tudjuk ezeket a köztes időket akár így napközben kihasználni, amikor valahova így menni kell, így arra, hogy az Istenre figyelünk, ami szerintem nagyon jól tud lenni, persze mindig így többet tud adni, hogyha arra is van lehetőségünk, hogy meg tudjunk állni, és így valahogy így friss levegőt tudjunk venni, így a Jóistennel együtt, vagy így, így ilyen módon is fizikailag is érzékeljük, hogy most így egy helyben állunk, és nem akarunk így tovább pörögni, hanem így szeretnénk így a Jóistenre figyelni. Na, de hát így arra gondolok, hogy rengeteg lehetősége van a pörgésnek így a mai társadalomban, de hogy így ha odafigyelünk, akkor így rengeteg alternatíváját látjuk manapság annak is, hogy mi az, ami segít ebből kiszakadni, és mi az, ami segít megállni a Jóistenre figyelni, és hogy azért ezt az eszköztárat is érdemes kihasználni, vagy jól felhasználni. És gondolom, hogy ha ezt a csendet sikerül megteremtenünk, akkor abba belefér mindig más. Itt lehet, ha kell, akkor kipanaszkodni azt, ami nehéz, mint ahogy Jób ezt megtapasztalta. Itt lehet megköszönni azt, amit megtapasztaljuk, hogy erő és béke volt bennünk a legváratlanabb helyeken, mert kaptuk ezt Istentől, és ebből a csendből születhet meg akkor ez a fajta mélyebb küldetés is, ami nem a feladatoknak a megoldását jelentik, hanem hogy ez az evangéliumi sürgetés, amire Jézusnak a hívását tudom megtapasztalni.
Ez már mindenkinek az egyéni útja, hogy éppen most mire érdemes figyelni ebben a csendben. Én köszönöm szépen a beszélgetést, legyen akkor ez egy jó készület így mindenkinek, és a reklám helyeként akkor, akik itt vagytok így Torontóba, péntek este a 7 órás miséhez kapcsolódóan lesz Csaba atya háromnapos lelkinapjának az indító része, szombaton délután ettől a kibontása a témának, és vasárnap pedig a 11-es misébe, és utána pedig egy záró, ehhez kapcsolódó rész. Várunk szeretettel. Én is szeretettel várok mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és kíváncsi vagyok a hétvégére, és szép hétvégét kívánok mindenkinek.